Sok tető már helyreállítva, de többnél még hiányosak a palák és cserepek a nyírmadai házakon. A település több másikkal együtt 3 hete június végén sújtott a hatalmas vihar. Az 1500 helyi ingatlanból 900-950 sérült meg, ennek mintegy fele súlyosan, de a többiben is több 10 000 forintos kár keletkezett. A Magyar Vöröskereszt megyei munkatársai azonnal megkezdték a segítségnyújtást a térségben összesen 7200 káros úton, amelyhez anyagi és szakmai támogatást kaptak. A Nemzetközi Vöröskereszttől lehívott sürgősségi katasztrófa és segélyalapból 230 000 svájci frankhoz, mintegy 67 millió forinthoz jutottak hozzá. Az egyszerűnek mondható folyamathoz szükségük volt munkatársaik szakértelmére. Ez egy viszonylag gyors folyamat, 72 órán belül kell adatot szolgáltatni, tehát az első időszakban a kapcsolatfelvétel és a kárfelmérés, az igények összeállítása az, ami feladat, és ezután következik az a adminisztratív, bürokratikus feladat, hogy elérjük azt, hogy Genfbe megkapják ezt a kérést, és ez alapján a visszajelzés, hogy a támogatás megérkezik, és tudunk komolyabb segélyezési folyamatba belefogni. Ez szerint kell menni, ahogy itt van, ott van mindegyik mellett. Lehet, hogy melyik az egyes autó, és onnan a kettes autó. Még egy utolsó egyeztetés. A humanitárius szervezet munkatársai csütörtökön keresték fel a nyírmadaiakat. Nem érkeztek üres kézzel. Volt, aki meghatódott a csomagok láttán. A Vöröskereszt nem csak itt segít, a lehívott segélynek köszönhetően 2400 család számára biztosít tartós élelmiszer és tisztítószercsomagot, valamint építőanyagokat. Emellett önkéntes munkával is segítenek az érintett helyeken. Továbbra is számítanak azonban a felajánlásokra. Aki adakozni szeretne a viharkárosultak javára, az a szervezet honlapján elérhető adományozó felületen ezt közvetlenül megteheti. Tűzfal kiment, a tető, a kémény. Újat kellett rakni, kéményt is, még nincsen kész, még be kellett szerezni az anyagokat, ami nehéz. Nyírvadász szinte mindenkit érintett a pusztítás. Vagy az ingatlanjában, vagy a kertjében, udvarában keletkezett kár. Emellett a mezőgazdaság is megsínlette a rendkívüli időjárást, ez az őszi idén munkára is hatással lehet. Az önkormányzat a károk felmérése során meglepő dologgal szembesült. A felmérésünk kapcsán kiderült, hogy azért a közel fele sérült ingatlannak nincs biztosítása, és legnagyobb bajban azok vannak, vagy voltak, aki biztosítás nélkül rendezett. Az egy másik kérdés, hogy gondoskodhatott volna magáról jó gazdamódjára. Nekem a nevek láttán az a legszembetűnőbb, hogy olyan neveket találtunk, aki megtehetné a mi megítélésünk szerint, és mégsem biztosított. Nyilván van egy kör, aki nem teheti meg. Most a harmadik hét körül azt látom, hogy akinek kicsikára volt, már saját maga rendezte, a biztosítók segítségével többé-kevésbé rendeződnek a károk, és van egy olyan réteg, aki nem akar, vagy nem tud helyreállítani. Leginkább azoknak segítenének, akik akarnak, de nem tudnak változtatni helyzetükön. Mozgósítják közcélú munkásaikat, és cserépanyagot is biztosítanak. A polgármester elmondása szerint nagyobb összefogásra számított volna a helyiektől a vihar után, a máshonnan érkező segítséget pedig megköszönte. A térség országgyűlési képviselője közben 200 000 forint magánadományt juttatott el az érintetteknek, a Szabolcs 05 nevű önkormányzati társuláson keresztül pedig szintén várják a további adományokat.